intőjel a debreceniek számára, hogyha nem is mumus nekik a székesfehérvári csapat, tavalyi 11 győzelméből a Feha a Deac ellen szerzett kettőt is. Ma viszont nagyon sok beteggel kell megküzdenie Tokai Viktornak, illetve az ő hiányukkal. De megint nem sikerül kiütni, megint close az. Jöhet vissza közben másodperceken belül. Antoni Elics, így viszont megvan a vezető gól. Talán hivatalosan ez is emberelőnyös lesz. Sakmattig játszották a debreceniek, megvan a vezető gól. Az idősebbik Mihalik testvér, Gergő, az öccse is a csapatban. A második debreceni gólt pedig Jevgenyi Mózer szerzi. Megkavarta most egy kicsit a sorokat Veszőnyi Nártyom, és Dobmájer Dominiket, valamint Wojciech Klost küldte be a hétvégén, és a Sankt Pölten városából érkező osztrák fiatalok megtekintik ezt a mérkőzést. Harmadik kipattanót sikerült Bucskinnak közben a kapuba juttatnia. Bucskin kontra Melnicsuk párharc volt ez. Folyamatosan lövöldözött a fehér orosz támadó. Melnicsukról kétszer kijött a pak, de valahogy harmadszor is Bucskin elé csorgott le. Nem tudják kijutni a debreceniek. Galoha ütközik most egyet, vagy legalábbis volt kellően határozott ahhoz, hogy megakassza a fehérvári támadást. Stenson pedig korongot szerez. Stenson tör a kapu elé, és megvan a negyedik debreceni gól, Alexander Stenson. Nagyon agresszív most volt most a svéd, és Stenson tudott túljárni az orosz kapus eszén, úgyhogy ebben a harmadban is két gólt szerez a Deac. Elvégeztetni a bedobást alapjék. Sikerül visszatenni, és megvan a szépítő gól. Egy gyönyörű játékot követően Németh Zalán adja a gólpaszt, és Alapi Márton szerzi a Feha 19 szépítő gólját. Az már biztos, hogy Hetényinek nem lesz sátáútja ezen a meccsen. Nem egyszer akadt már el így ígéretes lehetőség. Stenson visszatért. Ustinenko. Mózer. Mózer lő gólt! Ma is duplázni tud Jevgenyi Mózer! Stenson nagyon örül, odaugrándozott gólszerző csapattársához. 19 esztendős Mihalik Gergő. Te ügyesen csinálta. Látványosan játszik Mihalik. És ad egy gólpaszt a testvérének! Nagyon-nagyon megérdemelte Mihalik Gergő ezt a gólpaszt. És Mihalik András is duplázni tud Mózer után. 6-1. Hopp, egy már zavarta egy kicsit. Két debreceni. Schönfeld és Ustinenko volt az, el is vesztették a korongot. A szép passz, és gól, 5-6-2. Antonievics fejezte le nagyon szépen a támadást, és hogyha jól láttam, akkor Gyuró Dávidot kell dicsérnünk a gólpasszért. Abszolút dicsérhető a vendég együttes is. Lelkesen és az utolsó pillanatig küzdve próbálták nehézíteni ezt a meccset a Deacnak. Ez mérsékelten sikerült. Minden esetre a 3 pont a Deacé. Így ér véget tehát a mérkőzés, amelynek a végén végeredménnyel búcsúzok. Horváth Zoltánt hallották, Puskás Zoltán kollégám nevében is, aki az operatőri munkát végezte a mai napon. Köszönjük a figyelmüket. Még egyszer tehát Deac, Feha 19, 6-2.